valamennyi állami és önkormányzati forrás, ami elköltésre került a strandon, most ha körülnéznek, ez látható. Két év alatt várhatóan több mint 80 védjegytáblát ítélnek oda, hiszen a kisfaludi strandfejlesztési konstrukció utolsó ütemében a nyertes önkormányzatok vállalták ennek megszerzését. A határidő 2024-ben jár le. Az első elismerést a Vonyarcvashegyi Lidó szerezte meg, ráadásul a legmagasabb 5 csillagos minősítéssel. A tanúsítási folyamat alkalmával, amely több órát vesz igénybe a helyszínen, illetve egy rendkívül összetett előkészítési folyamat előzi meg, amikor a honlapot vizsgáljuk és az elérhető releváns információkat. Nos, a helyszíni vizsgálat eredményeként egy összetett szempontrendszert vizsgálunk meg, mi az, ami megvan, mi az, ami esetleg fejlesztésre szorul, és mi mindennek kell meglenni ahhoz, hogy például pontszámában 5 csillagos legyen egy strand. De ha vendég oldalról teszi fel a kérdést, akkor egy megnyugtató rövid válaszom van. Mindent megtalál a vendég, ami eszébe juthat egy strandi pihenéskor. Kifejezetten a Vonyarcvashegyi Lidó strandunkra nem csak nyári élményhelyként tekintünk. Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere a védjegytábla átvétele után azt mondta, mindez hosszú fejlesztés sorozat eredménye, amelyet kormányzati és MTÜ források is segítettek az elmúlt években. A célja pedig az volt, hogy ne csak nyári élményhelyként tekintsünk a strandunkra, hanem egy több generációs családbarát, az ide látogatóknak élménygazdagságot nyújtó, rekreációs és egy találkozási központként tekintünk a strandunkra. Ezért a fejlesztésekkel is arra törekszünk, hogy ezt a célt szolgálja. Éppen ezért a látogatókat például ingyenes parkolás, díjmentes wifi szolgáltatás, online jegyvásárlás várja, emellett van bringás töltőállomás, szervízpont és egyedülálló kerékpáros széf is. A nagyközség számára fontos cél, hogy a Vonyarcvashegyi pihenés gyerekeknek és felnőtteknek is maradandó élményt adjon és visszatérésre csábítson.